A legkeményebb szurkolók és a legkeményebb kommentátorok jöttek ide az esős időben a kelemföldi pályára, hogy kiszurkoljuk a HSC 3 pontját a kispestes ellen. Gege, szerinted mekkora esély van erre? Hát annak ellenére, hogy a kispestes jelenleg a hidegkút előtt van, tavaly ugye oda-vissza megvertük őket, és most is illene nyerni, hiszen ezzel a győzelemmel talán még menthető lenne ez az őszi szezon. Jó. Hát bizony, itt még egy órával ezelőtt megrendezhették volna a hattyúktavát, úgy áll a víz a pályán, de a játékvezető mégis úgy döntött, hogy ezt a meccset muszáj megtartani. Igen, hiszen nagyon közel vagyunk ugye a őszi szezon végéhez, és azt gondolom, hogy itt már nagyon nincs lehetőség halasztásra. Tehát itt most már le kell játszani a meccseket, akármilyen is legyen a pályállapota. Kovács Dani távollétében Rétfalvi Laci, mint csapatkapitány, tiszteleg a kamerába. A csapat pedig a szokásos névvel kezdődik, hiszen ezúttal is Gál Laci a kapuba, a védelem a Péteri Remetei Badon Tamás, a középpályán Stoll Lakatos Horváth Rétfalvi, elő pedig a Bedő Szilágyi csatársor kezd. Csatárokból nagyon jól állunk, hiszen a padon hárman is Szilágyi Scherer Pap, és mellettük csupán egyetlen egy védő foglal helyet Molnár személyében. Levi okosan lefüleli ezt a labdát. Hosszú indítás, ezt megszokhattuk ezen az angolos időjáráson. Kettő a kettőbe, Szilágyinak ezt be kell adni, be is adni. Mint a kéz, de nem? És elpattan, de megszerzett gól, Bedő! Én már azt hittem, hogy itt ebből semmi nem lesz. Ja, és az öröm. Hát azért a srácok még nem hiszik el, hogy megvan a három pont. Nézzük meg a visszajátszást, én azt mondom. Mint egy kicsi kezdést is véletlen volna felfedezni ott a tizenhatosan belül, de végül is mindegy. Nem volt az. Elpattan Domától, azt hittem már elveszte a labdát. De hát Doma azért Doma, hogy az gyereket is belülje. Ez szépen megoldotta, de még le is adhatta volna a felrét valaminak. De szépen megoldotta. Kispesti szabadrugás. Elakad a sorfalba. Igen. Elakad a sorfalba, rálövik, Lacika simán fogta. Ez a diák csemege. Igen. Nagyapa az öreg. Kinek állj előre? Abszolút senki. Hát, nagyon keresem. De látod, ez a baj, hogy ezekből a kirúgásokból, amikor ők kontráznak, és egyből ők jönnek, oda néz. Most már neki kell Lacikának javítani, és sikerül. Jó, kijavította a hibáját. Bedobással megint a kontrára játszik a kispest, eddig más nem is nem tudott mutatni. Majdnem megakad a labda, megint a tizesük ott, nagyon nagy gondol a bal szélen, már csak Lacika marad, Lacika hát még jó. Hát a védelmünk nincs a helyzet magaslatán. A játékos edző szabadrugása után nagy a gond, de Laci a helyén. Ma lehúzta a rolót, mint a redőnyös. Marci, itt azt gondolom, hogy meg kell azt említsük, hogy Lacika igazából nem is kapus volt, hanem ő védőként kezdte a pályafutását, és kényszerből került a kapuba, ahol nagyon megállja a helyét. Többször is megmentette a hidegkutat a vereségektől. Cseréhez készülik a hidegkút, nem más érkezik, mint Scherer Gabi, aki csak úgy emlegetnek, mint a hidegkuti Jack Tui. Hát a mutató is olyanok, mint a nagy holland kollégának. Igen, de hát ha most végre betalál ismét. Előtt valaha volt idén. Igen, már lőtt. Kirúgás. Ó, Doma, nagyon jó! Mondjázni, lehet Domának el kell vinni. Kisodródott helyzet volt. Kisodródott volt, hát azt mondom én is. Ki volt csodródott kicsit? Nem baj, szöglettel jövünk, az a lényeg. Na, hát hogyha Szizi kimegy a képből, akkor láthatjuk, hogy újabb kontrát vezethet a Levi. Levit, de eltörték Levit. Viszont Doma mehet. Be kell adni középre, Szizi. Most már fújja, Szizi. Les, ezt látta Lesnek? Oda néz. Ne haragudj, Komám, ez nem volt Les. Szabadugás, legyünk. Scherer Gabi beíveli, nem? Doma egyedül! Nincs Les! Doma mehet! Doma mehet! Egy az egyben, be kell adni, mit kell csinálni? És látod, Marcikám, a vesztes mérkőzéseken ez az, ami nagyon hiányzott nekünk, Bedő Doma személye, az egri légiós. És most megduplázta az eddigi góljainak a számát. Igen, végre duplázni tudott, és ez a mi Doma. Megérdem, egy győzelem volt, tehát az egészen biztos akarati különbségek döntöttek. Úgy látom, az én csapatom az teljesen tompán játszott egész mérkőzés alatt. Az első fél időben voltak momentumaink, amikor ugye volt egy pár helyzetünk, de hát a kapussal se birkoztunk meg a mérkőzés folyamán. Amikor átvittem a jegyzőkönyvet, akkor volt egy kis megrökönyödés az egyik néven, hogy nem örültetek, hogy valaki játszik. Igen, ez mit jelent? Egy játékosból áll a hideg? Nem, abból.
hát mint tudjuk, a hidegkút nekünk a Mumuson, mert mindig ripityára vernek állandóan, teljesen mindegy, hogy hol játszunk, meg hol állunk fel. Kicsit tartottunk a mérkőzéstől, és ugye a 17-es Bedő, Domonkos nevezetű játékos, hát ugye szóval másfél évvel ezelőtt 4 gólt rámolt be nekünk. Hát tudtuk, hogy jó képességű gyerek, és azért szoktuk nézni az összeállítást, az ellenfélét is. Nem csak a mérkőzés előtt, hanem összességében, és láttuk, hogy gyakorlatilag az őszi szezon folyamán szinte alig játszott, illetve nem tudom, 1-2 mérkőzésen szerepelt a csapatban, és hát most szomorúan vettük tudomásul, hogy ma eljött, mint ahogy láttam, mindjárt az elején sikerült egyet pöckölnie. Jó mérkőzés volt valóban, a véleményem szerint jól játszottunk időnként. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Lacikának a bravúrja is kellettek ahhoz, hogy ez ilyen magabiztos győzelem legyen, de voltak még ezen kívül, a gólokon kívül lehetőségeink. Egy jó csapatot vertünk meg, most bánhatjuk a korábban elvesztett pontokat. Remélem, hogy azért sokat jelent még a jövő hétre. Feldobja a fiúkat, és ott is sikeresen tudunk szerepelni. A mérkőzés esélyesei papíron a hazaiak voltak, ehhez képest mi nyertünk, amit mondhatunk meglepetésnek, sőt a nézőtérről többen megkiabálták, hogy bunda gyanús meccs volt. Mit gondolsz, elérhet ide a szingapúri maffia kezet? Nem tartom valószínűleg, de hát a mai világban semmit nem lehet tudni, attól függ, hogy milyen occokkal adták az esélyeket. Nem tartom valószínűleg. De te meg vagy győződve róla, hogy a csapatod tiszta? Az tiszta, az biztos. Bár papíron ez volt az utolsó őszi forduló, a Hidegkútnak van még egy elmaradt mérkőzése, jövő héten az SMTK 2 gárdájához látogat a csapat, ahol nagyon értékes győzelmet lehet aratni, hiszen akár a 7. helyre is felléphetünk még. Reméljük, azt a meccset nem mossa el semmi árvíz, vagy jégverés, földrengés és tűzhányó.